Mit csinálsz, jó uram? Te térgépet rajzolt a vízre? Hát ki látott már ilyet? Nem vagy te egy kicsit, hogy is mondjam, bolond? Az 1989-ben alakult, tavaly óta új elnökséggel működő Országos Diák Színjátszó Egyesület megpróbál reformokat véghez vinni. Egyben visszatérni ahhoz a tendenciához, amely a verseny helyett a tapasztalatcserét egymás társulatainak megismerését hangsúlyozza a találkozókon, mondta Sárosi Gábor elnök a megnyitón, miután Kovács Katalin, az EGRI Kulturális és Művészeti Központ igazgatója bemutatta az intézményt a résztvevőknek. Az országos döntőbe 7 régiós találkozón keresztül visz az út, ezeken összesen 20 továbbjutást érő diplomát oszt ki a zsűri, amely pluszban még 5 csoportot hív meg a döntőre. A diák színjátszásról szólva Sárosi Gábor hangsúlyozta, elsősorban nem leendő színészek képzéséről, hanem a dráma pedagógia adta lehetőségek kihasználásáról van szó. A színház ugyanis alkalmas a fiatalok személyiség fejlesztésére. Mindig azt szoktuk mondani, hogy nem a produktum a lényeg, hanem a produktumhoz vezető út a lényeg. Tehát az a próba folyamat, az a feldolgozó munka, amivel a csoportok előkészítik ezt az előadást, mert abban a folyamatban van benne a pedagógia, és ott van az igazi személyiségfejlődés. Az észak-magyarországi regionális fordulóban EGRI diákok nem szerepeltek. A legtöbb csoport Borsodból, azon belül is Miskolcról érkezett a találkozóra. Ezzel szeretnék majd tovább tanulni, és szóval nekem abszolút többet ad, mert például könnyebben tudsz tőle tanulni, ha diák vagyok, könnyebben tudok tőle tanulni, a beszédtechnikámat fejleszti, építi a csapatszellemet, hogy csapatjátékos legyek. Érdekesen kerültem be a csoportba, és nagyon megkedveltem, és így ott maradtam, és nekem ez segít az élethelyzeteimbe, mert hát úgy, hogy néha olyan szituációkat is kapunk ki, hogy improvizáljunk, amik az életben is megtörténhetnek, és meg is történnek néha. Az Országos Diák Színjátszó Találkozó döntőjét május végén rendezik Dombóváron.